negro nemo pazzo sardo, o villo negro nem figlia sto caro, o cain de chico si sarebbe sorbi a ti, te cende smasmo, l'ultimo motto da e te sere io sto curga, non su ciò tu rete rulle, o cudotto asro pesti dati. Már un kragatta pénze, ámult, mit kap cserébe, ápolta a doktorja, három héten Ma egy olyan darabot játszunk, amelyet egy régi kollégánk, egy régi barátunk írt a párjával együtt. A Szőlőtőkék Istene címet viseli, és ha jól gondolom, akkor abból az apropóból került megírásra ez a dal, hogy egy kicsit a bort, a szexárdi bort éltesse, és ezért nagyon boldogok vagyunk, hogy ezen a helyszínen egy különleges helyszínt kapott ez az előadás, a Vármegyeháza. Erre egy tökéletes megfelelő helyszín, azt gondolom, főleg úgy, hogy előtte borral kínálják a nézőket, és azokat a nézőket, akik már nagyon régóta ki vannak éhezve arra, hogy valami történjen, egy kis művészetet élőben kaphassanak, és mi pedig nagyon hálásak vagyunk, hogy ismét játszhatunk nekik. A közönség reakciója mindig más egy kicsit, de mi azt vettük észre, hogy mivel élőzenés előadásról van szó, ezért különösen változékony az előadások menete. Úgy értem, hogy minden előadás eddig hál' Istennek jól sikerült, mert jól sikerült maga a darabnak a rendezése is, és az előadás is eddig mindig jól sikerült, még ha nem is játszottuk olyan nagyon sokszor, de már szereztünk benne egy olyan rutint, egy olyan mozgásszabadság van jelen a színpadon, hál' Istennek, ami annak köszönhető, hogy azért már jó pár alkalommal színpadra vittük, és ezért tudunk plusz dolgokat kipróbálni. Kultudvar című rendezvénysorozat itt a nyári hónapok folyamán. Ez egy összefogás, a Babits Mihály Kulturális Központ, a Vosinszky-Mór Megyei Múzeum és közöttünk, a Német Színház között. És mi játszunk rendszerint kedden és szerdán, vagy szerdán és csütörtökön, és a Babits Mihály Kulturális Központnak pedig hétvégén vannak programjai rendszerint, illetve hétfőn este pódium előadásai. Úgyhogy így megosztottuk egymás között, és ez egy nagyon jó együttműködés. Azt hiszem, hogy ezt a mi közönségünk is így jól fogadja. Az elmúlt napokban is volt kicsi produkciónk, zsebszínházi produkciónk az Egészen Piciknek, ez mindig kedd délelőttönként van, és esténként pedig vagy a Szőlőtőkék Istene című zenés produkciót játsszuk, ami most itt a háttérben éppen hangbeállást végzi, vagy pedig a Decameron című produkciónkat, illetve van még a gyerekeknek, illetve a családoknak is egy produkciónk, a Rettenetes Ötös, amit szintén kihoztunk ide szabadtérre. Elég jól látogatottak az előadásaink rendszerint. Az azért érezhető, hogy az emberek még nem, tehát, hogy mondjam, egy picit óvatosabbak az emberek. De ez szerintem általában elmondható mindenféle rendezvényel kapcsolatosan, de van látogatottság is. És ez egy olyan jó helyszín, hogy itt mégis szabadtéren, de mégis egy zárt falak mögött, tehát egy csendes helyszín, jól lehet figyelni az előadásra, de mégis megvan a szabadtérnek az előnye is. Horgász Dezső, a Német Színház vendégművésze elmondta, hogy minden a színpadon játszott karakterével tud azonosulni, és reméli, hogy ősszel nem kell újra szögre akasztani azokat. Igyekszem úgy élni az életemet, hogy lehetőleg mindenkinek a hasznára lehessek, és ezt a karakterem is megpróbálja, és így tudunk fúzionálni egymással. Egy csomó olyan dolgot csinál a karakterem a színpadon, amit utána tudok hasznosítani az életben, és viszont, tehát egymásból tudunk táplálkozni, ez egy tök jó dolog. Én arra számítok, hogy járványügyi intézkedések ide vagy oda, az emberek továbbra is érdeklődnek a színház felől, és hogyha lesz lehetőségük jönni, akkor jönni is fognak, és hogyha nekünk lesz lehetőségünk játszani, akkor mi is játszani fogunk szívből és lélekből. És hogy miért ajánlja ezt a darabot? Mert egy könnyed szórakozást nyújt egy könnyed nyári estén, mindenkinek tudom ajánlani, még akkor is, hogyha a bort nem szereti, de szereti a zenét, szereti a táncot, szereti a könnyed történeteket, és ha kíváncsi arra, hogy milyen lehet egy karantén helyzetet átélni egy borozó pincéjében, úgyhogy végig bulizzuk gyakorlatilag az egész karantént, az jöjjön el és nézze meg az előadást. Minden rendben. Wow! Szervusztok! Szervusztok! Egészségetekre, srácok! A
nyár folyamán az ország több pontján tartott előadást a Német Színház. Több helyre vitték az itt is látható Szőlőtőkék istenét, vagy a Decameron című előadásukat. De sokszor szórakoztatták a gyerekeket is az Öreg halász és a felesége, a Kisherceg vagy a Rettenetes ötös című produkcióikkal. Emellett gőzerővel készülnek a következő évad kezdésre is. Egyelőre ezeket az előadásokat játsszuk folyamatában, és aztán augusztus végén elkezdünk egy új produkciót próbálni, de azt majd csak októberben fogjuk bemutatni. Tehát azt már reméljük, hogy bent a színház falai között, mert addigra már azért hűvös lesz itt kint. Gondolj merészet és nagyot, és tedd rá éltedet. Nincs veszve bármi sors alatt, ki el nem csüggedett. Yeah.